Október a látás hónapja. Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke számolt be tevékenységükről. Magyarországon körülbelül 80 ezer látássérült ember él, közülük 40 ezeren teljesen vakok. Tolna megyében közel 2000 vakember él, aki semmit nem lát. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy szám, az ő érdekvédelmüket, érdekképviseletüket látja el az egyesületünk. Szekszárdon van az irodánk a Hunyadi utca 4-ben, oda várjuk azokat, akik segítséget kérnek tőlünk. Az egyesület fehérbotnapi ünnepséget tartott, ezt követően különböző előadásokon vettek részt az érdeklődők, illetve emléklapokat is átadtak. Az egyik emléklapot a Szekszárdi Evangélikus Egyház szeretett szolgálata kapta meg, a segítői, a másikat pedig Rákóczi Szilvia énekesnő, aki 15 év óta önkénteskedik, és énekel, és szervezi a programjainkat. A rendezvényen nagy szerepet kapott a mára már elterjedt mesterséges intelligencia, mely segíthet egy élhetőbb és könnyebben átvészelhetőbb életet nyújtani a vakok és gyengénlátók számára. Most a mesterséges intelligencia, ami nem csak a látássérült embereknek a szemszögéből lehet fontos, hanem minden más területen is fontos lesz, vagy sok helyen vár az is. Annak az előretörését szeretném ezzel a kis ezzel most demonstrálni, bemutatni. A képen egy aszfaltozott út vagy parkoló látható, mely enyhén lejt. A program pontos leírást ad a környezetről, egy képről vagy bármiről a látássérülteknek, illetve vakoknak, amit ők szabad szemmel nem láthatnak. GPS-szel összehangolva, meg egy fehér bottal a kézbe, ez majdnem olyan lesz, mintha az ember látna. Bálványosi Zoltán nagyon pozitívan beszélt, és sok reményt fűz a modern technikához, hogy ennek segítségével ő is megtapasztalja a látók világát.